Cégek standjai a belvárosi bevásárlóközpontban Pécsen. Állásbőrzét tartottak itt szerdán a munkatársokat kereső vállalkozások között. Ott volt ez az elektronikai területen tevékenykedő társaság is. Szerencsére bővülés miatt vagyunk itt. Főleg operátori pozícióink vannak most szabadon, de mérnöki pozíciónkat is hoztam most erre az állásbőrzére. IT területünkön is van szabad lehetőség, és igazából szeretnénk megmutatni a céget is, és a lehetőségeinket is, hogy tudjunk segíteni itt a munkanélküli kollégáknak. A cég pultjánál azt is megtudhatták az álláskeresők, hogy miért érdemes őket választani, milyen juttatásokkal, bérekkel, munkarenddel várják a leendő dolgozókat. Nálunk is ezért a műszakos munkarendbe be kell illeszkedni, de igyekszünk segíteni a családosoknak, és rugalmas munkarendet is tudunk biztosítani, úgyhogy főleg ezért, illetve most már nálunk is elérhetőek, szerencsére sokat fejlődtünk bérben is, és kafetéria juttatásokat is most már tudunk adni, úgyhogy egy fejlődő céghez lehet csatlakozni abszolút. A helyi iparkamara is jelen volt az eseményen. A gazdasági érdekképviselet a hozzájuk köthető vállalkozásokat képviselte. A Pécs-Baranyi Kereskedelmi és Iparkamara egy standdal jelent meg ezen az állásbőrzén, ahol a három általunk menedzselt klaszternek, az építőipari, a gépipari és a gasztronómiai klaszternek az állásajánlatai gyűjtöttük össze a tagoktól. Hát tudni kell, hogy ugye nálunk nincsenek konkrét álláshirdetések, de azok a vállalkozások, akik ezekben a klaszterekben tagok, náluk folyamatosan merülnek föl új és új lehetőségek. Ezeket gyűjtöttük össze, és ezekre lehet nálunk jelentkezni. Az álláskínálatuk széles, több iparágat átfogó. Így lehetőséget nyújtott a különböző végzettségű embereknek, hogy megtalálják a nekik megfelelő pozíciókat. Számomra meglepő, hogy milyen sokan jönnek el itt egy állásbőrzére, hiszen azért elég sok állásbőrze van, illetve nagyon sok olyan online felület, ahol lehet jelentkezni. Most így gyorsan reggel óta nagyon sokan érdeklődtek vendéglátóipari szakmák iránt, mivel az kevéssé specifikus azért, mint egy építőipar vagy gépipar, de jöttek már mérnök végzettséggel, közgazdasági egyetemi végzettséggel, tehát hogy gyakorlatilag itt mindenki megtalálható volt hirtelen. Az is elég széles, amit tudunk ajánlani, tehát az egészen egyszerű 8 általánossal is végezhető szakmáktól az egészen komoly végzettséget, nyelvtudást igénylő szakmákig is megtalálhatóak most nálunk állásajánlatok. Az állásbőrzét a Megyei Napilapot kiadó cég szervezte immár harmadik alkalommal. Céljuk az, hogy a munkaadók és a munkavállalók személyesen találkozhassanak. Ez megkönnyíti a megfelelő lehetőségek megtalálását, véleményük szerint. Helyi cégek és multitársaságok egyaránt jelentkeztek ezekre az állásbőrzékre az évek során, tudtuk meg a helyszínen.